Kaszás Attiladi 2014. A Kaszás Attiladi egyik jelöltje 2014-ben Pogány Judit. Pogány Judit az Örkény István Színház társulatának tagja. Tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, mégis rögös úton jutott el a színházi pályáig. Én közgazdaságiban érettségiztem, és rögtön érettség után dolgoznom kellett. Megyei bíróságon végrehajtó irodán ráadásul, és akkor már jártam egy irodalmi színpadba, és a Ki mit tudom, a Karinti emberke tragédiájával évig egyszer csak feltűntem, és a Kaposvári Színházba behívtak meghallgatásra, akkor még ott dolgozott Horváth Jenő, azt mondta, hogy azonnali felmondással el tudok-e jönni a bíróságról. Felkísértek a megyei bíróság elnökéhez, akik akkora volt, mint én, tehát szembe tudtam állni vele, kis kerek, piros arcú ember, és azt mondta, na, ha annyira szeret szerepelni az a kislány, hát csak hadd menjen, és elengedett. Pogány Judit érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, munkásságát Jászai Mari díjjal és Kossuth díjjal is jutalmazták. Amikor eljöttem Kaposvárról, mert az egy nagyon nagy korszak volt, életem legfontosabb időszaka, az elválás az nagyon nagy fájdalom volt, és én azt hittem, hogy soha többet nem akarok színházhoz kerülni, de valahogy a véletlen úgy hozta, hogy meghívtak vendégnek, és már akkor szólt a Mácsai Pali, hogy a mozgás lesz a társulatban, azonnal leszerződtet. Fantasztikus társulatba kerülhettem, ahol mindenkit külön-külön szerelemmel szerettek egyszerűen, és együtt is. Olyan sokan megkérdezték, hogy hát hogy a Kossuth díjat a büfében tartom. Tök természetes, mert ha az Örkény Színház nincs, akkor a Kossuth díj sincs. Akkor én szép lassan kikopok a pályáról, és akkor nem élhetem meg ezt, amikor az ember nem a elfelejtés fájdalmával küzd meg, vagy a fölöslegesség fájdalmával, hanem ilyen csodálatos emberek és barátok között. A jelölt állításkor a legfontosabb szempont az volt, hogy a nomináltak megfeleljenek a Kaszás Attila díj szellemiségének, amelyet a díj jelmondata is kifejez, embernek lenni nem szerep. Annyira mások a szempontok, más a történelmi helyzet, más a társadalmi helyzet, és más az elvárás egy színházzal szemben. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ember, ahogy öregszik, ugyanolyan nyitott tudjon maradni, ugyanolyan fogékony, ugyanolyan érzékeny, megérinthető, tehát hogy ugyanúgy legyen közöm nem csak a saját szerepeimhez, hanem az egészhez. Borzalmas fontos, hogy az ember az értékeket megőrizze. Szavazzon ön is az idei év legkiemelkedőbb színészi és emberi teljesítményére. Szavazzon a művészre, szavazzon az emberre. Kaszás Attila díj 2014.